Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elérkeztünk a PDC második csapatkörének első mérkőzéséhez a mai nap. Az első mérkőzésen... Az első mérkőzésen Tiaval, Hörrivel és Zansteval fogok megmérkőzni. Nem... Nagyon nem is fűzött nagy reményeket. A célom az egy harmadik hely megszerzése, esetleg egy második, hogyha Hurryt is sikerülne megverni, mert ő ugye, amire van egy kis esély, ugyanis Hurry a héten nem gyakorolt. Én már itt vagyok a match szerveren, hamarosan elvileg 10 percen belül meg kéne jönnie a többieknek is, az ellenfeleimnek. Ugye 4 pajon mérkőzünk még kupamódba ezen a héten is. Ugye 2 pajot már ismerhettek múlt hétről, a Bretet, illetve... Mi is a másik map? Egy pillanat. Jól megmondom. Hogyha megtalálom, hogy mi a parancs a mapokra. Aha, Perdist. Igen, tehát ugye a Better Late Than Never, illetve a Brett, ez ugye múlt heti palja. Tudhatja, és ugye a két új palja erre a hétre, ugye a Concede, illetve a Griffin King. Mind a 4 palja igen nehéz, ugye talán a Griffin King a legnehezebb. Ugye mi balran csak úgy emlékezik, hogy átnemező, mert ott bugolsz rajta, ahol csak lehet. A héten talán egy cseppet közben jönnek fel az embertjét. Úgyhogy beállok én is játékba. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fogod tudni. Remélem, hamar megjönnek az ellenfeleim is, és minél több, minél gyorsabban. Igazából állítólag Tiarról
jött az a hír, hogy ő a mai mérkőzésen nem fog részt venni. Itt a harmadik is lehet rakar. Úgyhogy nem is kell érte semmit tennem. Harry pedig ő nem gyakorolt, de állítólag, hogy itt lesz. Bár ő még múlt héten hagyott ki egy versenyt. Úgyhogy nem tudom, hogy ő mennyire ismeri a pályákat, esetleg lehet, hogy őt is meg tudom verni. Dunstet azt kétlem, hisz ő tavaly múlt héten ugye nyert. Az egyik meccsén, a másikon nem tudom. Hát közben Rialu eltévesztette a szervert, nem is ide kéne jönnie, és tőlem kérdezi, hogy biztos egy jó szerverem vagyok-e. Úgyhogy Joko pedig jött utána, ugye, mert na, közben így beállítottam a telefonon is az alsem, hogyha írtok. Gyorsabb szerint 4 perc múlva kezdeni kéne, és mire ellenfeled sehol. Tia, Harry és Dunste. Arra lesz egy kíváncsi, hogyha nem jön senki, akkor hogy akkor autósan megnyertem és ingyen 8 pontot rafok az összetethez, akkor ennél könnyebb mérkőzésem nem izemne lesz a PDC-n. De nem szeretnék így ingyen 8 ponthoz jutni. Egyébként írjatok már meg egyetért szíveset, hogy a stream az megfelelően működik-e. Nem elaggol esetleg, hogy valamit esetleg rallítanom kéne. Egy kis leváltás.
Most már gyanús, hogy valami nem jó. Mert két perccel kezdés előtt azért már illenék tenni az ellenfeletnek. Egy pillanat türelmet, mindjárt kinézek már Discordra, hogy ott írnak ki valamit. Egy pillanat türelmet. Jó szerverem vagyok. Megjött Dunster. Dunster közben megkérdezte, hogy ez-e a jó szerver, de mondtam neki, hogy igen. Na, szóval akkor mi Tiara és Harryre várunk, illetve még ugye a referére, az admira, úgyhogy levezényli az egész mérkőzést. Remélem idő el tudok kezdeni, mert 7-től ugye... Tehát 7 órától ugye nekem a következő meccs kezdődik, mert Dunsternak is, úgyhogy jó lenne nem elhúzni. Úgyhogy...
lassan el kéne kezdődnie, de ugye két ellenfél még hiányzik, illetve végre a moderátor se. Igyekszek, köszi Dantal. Hát most épp azt beszélünk Dunstevel, hogy lehet, hogy izé. Vagyis Dunste mondta, hogy... Minden esetre körözve tűnt itt azt, aztán majd lesz valami. De hogyha ez egy sima 1v1 lesz, akkor még akkor első is lehetek. Ami megkönnyíthetné a dolgomat. Ah, fenébe. Túl szűrűen akartam mondom egy jó időt, ha össze tudok hozni, mert a végében mi maradt egy-két tizedem. Hát élesben nem fogok ilyet csinálni. No, lassan csak mindenre válaszolunk. Tehát jó indul az első mérkőzés a mai napon.
Egy pillanat sort, csak megnézem, hogy kinek kéne lennie itt a... referelnek. Az adminnak pontosabban. Azt mondja, hogy... moderátor. Megjött, csak akkor majd ő mond valamit. Na, srácok, megvan az info, tehát 18-15-ig várunk, tehát 5 percet. Hadid nem jönnek még az ellenfelek, akkor simak 1v1-et láthattok köztem és Dunster között. Egyébként a három ellenfelem közül pont az az egy jelent meg, aki itt nem biztos, hogy meg tudok verni. A másik kettő verhető lett volna a gyakorlásuk híján. Úgyhogy... hát, hogy is mondjam. Még az Argy is húz. De legalább egyelőre úgy néz ki, hogy egy biztos második helyem lesz. Hú, gyereke, Dunster egy 57-972-vel nyitott. Nekem ezen a pályon egy 57-8 valamennyim van. Az a PB. 3 perc múlva kezdünk. Dunster itt az elejét jobban kezdi, mint én, de viszont itt egy cseppet mindig szélesebbre sodródik. Ezt a kanyart nagyjából egyformán veszük. Thank you.
De hát... De azt egy csepet elrontotta a finist. Na ez az egyik új palja. Ez megmarad ugye jövő hétre is. Na az ilyen hibákat, mint most is csinált, ilyenéket tudhat, használhatom majd ki, hogyha közelebb leszek hozzá. Hát... Na, akkor a következő palja pontot nullozva. És akkor kezdünk az Akna mezőn. Nagyon boldog vagyok. Itt boldog leszek, ha be tudok érni. Ez itt egy kritikus pontja a pajónak, illetve ez a kanyár, hogy itt ne valcsol le. Itt fel kell jönni, és ezt a kanyárt is levaltos nélkül kéne teljesíteni. Illetve itt jön egy gyors rész, és innen kell berontani a kocsit jobbra. Levaltos, illetve minden nélkül. És amit ebből jön ez a jobbos visszafordító, amit szintén levaltos nélkül kéne megteljesíteni. Erről a Valedromról ne is beszéljünk, mert ez egy gyötrelem. Ezt jól meg csinálni. Aztán itt van még egy visszafordító, csak hogy boldogok legyünk. És jön a gyönyörű szép finish, ami 10-ből 9-szer szokott bugolni. Úgyhogy kívánjatok sok sikert, sok szerencsét, és akkor lássuk.
Szoros volt. Hátszó az adon belül voltunk. Ugye maponként 4 kör. Tehát elméletileg az is mellett lehet, hogy a negyedik mapra nem is megyünk. Már elbasztam. Már 12 pont az előnye Dunstan-nak. Hát ez várható volt. Tizenhat pont. Hát. De legalább azon a pályon, ami nekem nem ment annyira, azon már túl vagyunk, úgyhogy bízom benne, hogy itt egy cseppet meg tudom szorongatni.
Főleg, hogyha olyanokat fog hibázni, mint most. ...59-8-58 itt a PB-m. Remélem a stream nem akadozik. Mert bele kellett ott rontanom, akkor mondtam, de menjek a oszlopnak. Mondjuk igazol hibázhatta már. De hát ugye hiába hibázik, hogyha én is. Na, csak lehoztam edzeni az első körömet. Azt is úgy, hogy majdnem PB-t mentem.
És akkor ezen is ebb volt a négyről. Na ha valahol akkor ezen, ez megy a legjobban, tehát itt esetleg tudok visszahozni, de ott azért 30 pontot visszahozni. Jó nagy adag mort is kell. Itt lecsúsztam, és szerencsé, hogy ez bemelegítő. Ha nem baszom el, bejöttem volna elé, mert elrontotta a végét.
Hú, egy kört megúsztam. És jön a másik új pálya. A koncéd. Hát érdekes lesz. Ennek a pajonnak ez a vége, tehát ez a Valedrome, ez szerintem egy olyan dolog, hogy vagy kijön jól, vagy nem. Na, nyitostat megy el a PV-mtől egy tizeddel rosszabbat. Hát és akkor 20 perc múlva következő mérkőzésem. Leállítom egy picit a streamet. Egy pár percre, egy olyan 10 percre pihenőt tartok, és utána 10 perc múlva jelentkezek újra a következő mérkőzésemmel. Addig is ne menjetek sehova. Remélem élveztétek ezt a... hatalmas 1v1-et.
a következő mérkőzésen pedig Chuckkal, Vidivel és Zafirral fogok összecsapni. Úgyhogy az már egy cseppet izgalmasabb mérkőzés lesz. Ott igaz sor szerint szerintem az lesz a egész, hogy Chuck és Vidi harcolni fog az első helyért, Zafir meg én a harmadikért. Aztán mellassuk. Úgyhogy most egy pár percre elköszönök, addig én is elintézem ügyes-bagyos dolgaimat, aztán jövök vissza. Addig is sziasztok!